Hölgyeim és Uraim! Először is megköszönöm a meghívásukat, megtiszteltetés számomra, hogy önök előtt megszólalhatok, és egy ilyen gyönyörű, eddig hallott műsort, előadást végig hallgathattam, amit talán soha nem fogok elfelejteni. Ugyanakkor szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy én nem vagyok történész. Irradás technikával, rakéta technikával foglalkoztam. Ezért lehet, hogy az én beszámolom, hogy előadásom hézagos lesz. Vagy talán sok kérdés lehet hozzá. Ezért a elkövetkező perceket úgy szeretném megformázni, mert eltölteni, hogy egy ilyen közös beszélgetés kérdés-felvet formájában folytatnánk tovább ezt a mai összejövetelünket. Többek között azért is, mert én még ugye péntek van, hétfőn még műtőasztalon feküdtem, és eléggé, hogy mondjam, gyengének érzem magam. Talán már a memóriámon is valamit mondtam, vagy baj van, ezért majd az önök segítségét kérem. És aki segíteni fog, az apró ajándékot fog kapni tőlem, amit hát előkészítettem a mai napon, illetve tegnap is készítettem, és remélem, hogy más lenne, apró örömöket fogok szerezni önöknek. Talán bocsasson meg, a Babocs meg az Etényi nem játszik, mi nem szólunk vele, jó, tehát ez minden nem. Mit nem lehetett érteni? Egy történészről van szó, tehetséges kezdő, de ne engedjük, hogy beszóljon. Ülj le nyugodtan. Köszönöm szépen a figyelmet. Rátérnék arra a kérdésre, amivel hát a Gorti Krizmus társaság is foglalkozik, vagy foglalkozta sokakat. Gortiról, de nagyon röviden és a legfőbb kérdéseket említeném csak meg, hiszen nagyon sok könyv jelent meg. Én magam is írtam egy kis jegyzetet, talán nem is rossz, ezért nem akarom abban lévőket megemlíteni, mert akkor nem fogják elolvasni utána a jegyzetet. Mindenek előtt megkérdezném azt, hogy ki tudna arra abban kisegíteni, vagy választ adni, hogy mikor született Gorti Miklós? Ne. Első? Én nekem nem lett. 1868. június 18-án. Fontos, akkor a ajándékot rád is erővetem. Nagy szerint. Azt már elfelejtődik. Szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy az a tudást nem érdemeljük. Tehát, amit azért nagyjából mások is tudnak tartani. Fontos részem, hogy Gorti Miklós mikor született és milyen iskolákat végzett. Tulajdonképpen Debrecenben is tanult, Kenderesen is tanult, magántanára, azután Sorbonban, Újon, Többhelyen, és a osztrák magyar monarchia katonai haditengerészeti akadémián végzett, mégpedig kiváló eredménnyel. Én inkább a gondolataimat abban a
arra akarom irányítani, vagy azt akarom kifejezni, hogy gyakorlatilag 1945-től kezdve, tehát Rákosi Kádár, Gyurcsány és a többi szimpatikus személyek, és a bandájuk mindent megtett, hogy Fortit befeketítsék. És nem is értem, hogy mi lehetett a gondjuk, és mennyit küzdöttek azzal, hogy valamit kitaláljanak, mert csak kitalálás volt Forti életéből. Magyarok Magyarország iránti tetteiből, hiszen minden egyes magyar büszke lehet, és kell, hogy legyen a magyar az arra, hogy egy ilyen vezetőnk, egy ilyen férfiú állt az ország élére az első világháború követően, és ezt a megcsonkított, tönkretett, kifosztott országot, mutatnám azt, hogy negyedik Bélához hasonlóan talpra állította. Én pedig talpra állította úgy, hogy fölküldöttük magunkat, a csonka Magyarországon, Európa, talán a világ élére is mondhatnám, szött területen, és bebizonyítottuk azt, hogy képesek vagyunk túlélni ezeket a nehéz esztendőket, és ezt Fortinak és a Fortit segítő személyeknek, közvetlen személyeknek, vagy közvetett személyeknek köszönhetjük, mert ha csak azt veszük figyelembe, hogy gazdaságilag is helyre tette az országot. A pengő 1945-ig az egyik legjobb pénz volt, a legjobb valuta a világon, nem csak Európában, hanem a világon is. A pengőt kitette tönkre, ki tudna ebbe segíteni? Szovjet hadsereg. Úgy van, köszönöm, megkapja rögtön az ajándékot. Ezek demokrácia nyomtak pénzt, és elterjedt, illetve bekövetkezett az a hihetetlen mértékű infláció, pénzromlás, amikor már nem milliókban, milliárdokban beszéltek, és azok per milliárd papírpénz semmit nem ért, egy folyást nem lehetett rajta venni. Bocsánat, hogy elfelejtsük az ajánlatot. De hát a 1932-33-ban, tehát a két évben összevonva a két évet, lehetne azt mondani, hogy a magyar gazdaság olyan mértékben áttartva, hogy a külkereskedelmünk és általában a kereskedelmünk egyensúlyban volt. Nem volt se tartozásunk, se pedig.